Vidék érték elsősorban olyan agrárberuházásokra lehet pályázni a 2020-ig tartó vidékfejlesztési program keretében, amelyek a családi gazdaságok versenyképességét segítik. Nagyobb keretösszeg, 100 millió forinttal emelkedett idén az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására szánt összeg. Ebből szeretne minél több pénzt megnyerni a Megyei Tűzoltó Szövetség. Vándortárlat Nyíregyházán több mint 20 éve nem volt akkora leletanyagú honfoglaláskori kiállítás a József András Múzeumban, mint most. Kis és közepes családi gazdaságok versenyképességét javítanák abból az 1300 milliárd forintból, amire az uniós vidékfejlesztési programban lehet pályázni. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztését felelős államtitkára beszélt egy nyíregyházi konferencián. Kis Miklós Zsolt hozzátette, a pénzből a települési önkormányzatok is igényelhetnek támogatást fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. A Vidék Érték elnevezésű konferenciát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati képviselőknek és termelőknek tartották. A rendezvényen az Agrárvidékfejlesztési államtitkár Kis Miklós arról beszélt, hogy mely területek kiemelt fontosságúak a 2020-ig tartó 1300 milliárd forintos keretösszegű programban. Ezenek a jelentős részét mi beruházásokra igyekszünk fordítani, elsősorban olyan agrárberuházásokra, amelyekkel a kis és közepes családi gazdaságok versenyképességét segítjük, főleg a kertészetben, állattenyésztésben, zöldséggyümölcs termesztésben, az élelmiszeriparban kiemelten, illetve nagyon sok környezetvédelmi és más agrárberuházás jellegű támogatásról rendelkeztünk, de természetesen a települési önkormányzatok, a kisebb települések is a helyi fejlesztéseket, a helyi igényeknek való beruházásokat ebből a programból tudják majd megvalósítani. Nyíregyháza polgármestere ehhez hozzátette, a megyeszékhelyen az elmúlt években számos olyan beruházást hajtottak végre, amelyek az agrárium fejlődését szolgálják. Az elmúlt években azért építettünk több termelői piacot, újítottuk fel a buzatéri piacot, hogy a bokortanyákban, illetve az agglomerációban élő őstermelőknek ténylegesen legyen piaca, hiszen itt él 120 ezer ember, falvak pedig általában azért még sokan megtermelik maguknak, tehát ott mint piac nem igazán jön szóba. Másik ilyen terület a szakképzés, ugye erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy a fiatalok megfelelő képzést kapjanak, és hát az infrastruktúrától kezdve számtalan olyan közös ügy van, a hagyományőrzése bezárólag, amiben Nyíregyháza is komoly szerepet vállal. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke szerint a megyében két jelentősebb problémával kell foglalkozni. Az egyik az egyes kategóriájú növényvédőszer használatának szabályozása, valamint az öntöző víz felhasználásának kérdése. Ezzel kapcsolatban televíziónknak elmondta, vannak elképzelések a földfelszín alatti vízkészletek használatának kiváltására. Van nekünk több olyan folyónk, amiből ezt a vizet hasznosíthatnánk, és van is rá elképzelésünk, ha csak arra utalunk, amit már magukkal is megbeszéltünk, hogy a Hajdú megyével összefogva akár a Tiszát a keleti főcsatornáról összekötve pont olyan területeket nyernénk meg öntözhetővé, ami egyébként nagyon rászorult gondolok itt a vízválasztónak az elvezetésén, és ezeket a csatornákat pont onnan táplálnánk meg, ahonnan ered, zsiliprendszerek keresztül több tízezer hektárt vonhatnánk be az öntözéshez, és ezzel nem veszélyeztetnénk a talajvíz készletünket, illetve az ivóvíz készletünket. Rácz Imre azt is elmondta, a növényvédőszerek használatának korlátozására vonatkozó szabályozás elhalasztását kérik, mivel az új feltételek több ezer gazda számára tiltják az úgynevezett egyes típusú, más készítménnyel nem kiváltható növényvédőszerek használatát. Defibrillátort helyeztek el a nyíregyházi törvényszéken. A mintegy 500 ezer forintos eszközt a bíróság a Magyar Bírói Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetével közösen vásárolta. Az automata életmentő készüléket a kevésbé gyakorlottak is tudják használni, közölte az átadáson az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság nyíregyházi vezetője. Csikós Péter hozzátette, a törvényszék dolgozói januárban egy képzésen is részt vettek, hogy szakszerűen tudják kezelni a defibrillátort. Közel 200-an dolgozunk ebben az épületben, és a napi ügyfélforgalmunk ezt jóval meghaladja.
Tehát ezért gondoltunk arra a társadalmi felelősségvállalás jegyében is, hogy mind a dolgozóink irányában, mind pedig az itt megforduló ügyfeleink irányában ez egyrészt egy megnyugtató dolgot jelent, másrészt, hogyha akár az épületben, akár itt az épület környékén valaki rosszul van, és ugye a szív problémákkal összefüggésben azért ez gyakran előfordul, akkor tudjunk segítséget nyújtani. 100 millió forinttal emelkedett idén az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására szánt összeg. Ebből a forrásból szeretne minél több pénzt megnyerni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tűzoltó szövetség. A szervezet 68 tagja ma tartotta éves közgyűlését. A tanácskozáson elhangzott, hogy idén a mentés és a képzés mellett szeretnének eljutni az egyeki Korda filmstúdióba is. Ritka, hogy a tűzoltó gyújtja fel a konyhát. Minden évben bemutatják a megyei katasztrófavédők, hogy milyen veszélyeket rejt például a karácsonyi időszak. A hivatásos lánglovagok munkáját segítik az önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók is. Az őket tömörítő megyei tűzoltószövetség pénteken tartotta éves gyűlését. Dombrádi László elnök azt mondta, tavaly sikeresen pályáztak az országos 500 millió forintos keretre. Ebből a megyébe a pályázó 17 önkéntes tűzoltó egyesület mind nyert. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, 400 ezer és 900 ezer forint körül összeget. Ez részben technikai eszköz, részben képzés, részben készpénz. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segít számukra. A hivatásos tűzoltók is segítik az egyesületek munkáját. Leskovics Zoltán, a megyei igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője azt mondta, tűzoltó eszközöket is átadnak a civil szervezeteknek. Azokat az eszközöket, felszereléseket, szakfelszereléseket, amelyeket mi már nem használunk, akkor nyilván tovább tudjuk adni az önkéntesek számára, de a pályázati források szakszerű felhasználásában is segítséget tudunk adni, illetve adunk is. Egyes kép, kettes csapó! Izgalmas bemutató az egyeki Korda filmstúdióban. A megyei tűzoltó szövetség idén azt tervezi, hogy szakmai kiránduláson ellátogatnak a különleges létesítménybe. Szeretnék megismerni a helyi tűzoltók munkáját. Van egy szakmai kirándulási célunk, ami tulajdonképpen a egyeki Korda filmstúdiónak a meglátogatása lenne, illetve ott helyben van egy önkéntes tűzoltóegyesület. Szeretnénk, hogyha a két megyek között, illetve az önkéntes tűzoltóegyesületek között egy szakmai tapasztalatcserére is sor kerülhetne. Az elnök abban bízik, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is sikeres évük lesz. 2016-ban a tavalyi 500 helyett 600 millió forint áll rendelkezésre. Erre a forrásra pályázhatnak a megyei tűzoltószervezetek. A szociális rendszer átgondolására és a közös teherviselés kialakítására van szükség az MSZP megyei alelnöke szerint. Halmi József azt mondta, most is időszerűek 1848 forradalmi követelései. Azt gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább. Nem gondoltuk azt, hogy 2010-ben egy rendszerváltó párt nem demokráciát épít, hanem diktatúrát. Most van az ideje annak, hogy a nép kérjen és a nép ítélkezzen. Másodfokon is megnyerte a munkaügyi pert a Nyír VV volt üzemi tanácsi elnöke, azonban a cégvezetés nem tanúsított jogkövető magatartást, hangsúlyozta tájékoztatóján Helmeci László ügyvéd. A januári bírósági ítélet alapján a cégnek vissza kellett volna vennie Orosz Zoltán egykori alkalmazottat vezetőraktárosi munkakörbe. Azonban az Alperest nem foglalkoztatja a cég. A kezébe adtak egy felmondást, hogy felmondjuk a munkaviszonyát, mert most tessék figyelni, miután őt jogellenesen eltávolították a munkaköréből, ők az ő végzettségétől magasabb végzettségű dolgozóval töltötték be ezt a helyet, más munkahelyet még nem tudnak Orosz Zoltánnak felajánlani. Nos, ilyen a világon nincsen. Ünnepi állománygyűlést tartott közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Az ünnepségen a nyíregyházi Bem József általános iskola diákjai elevenítették fel a 168 évvel ezelőtt történt eseményeket. A megyei rendőrfőkapitány elismeréseket is átadott. Emlékplakettet kapott kollégánk Nagy Ágnes is. Az elismerés rangját növeli, hogy ilyen díjat először idén adományozott a rendőrfőkapitányság. Farkas József az ünnepségen további 47 kollégáját díjazta.
Az Országos Rendőrfőkapitányság központi ünnepségén a szolgálati feladatok példamutató teljesítéséért a megyéből 4 kaptak dicséretet és jutalmat. Több mint 20 éve nem volt olyan jelentős honfoglaláskori kiállítása a József András Múzeumban, mint most. A ma megnyílt vándortárlat Szolnokról érkezett, és a honfoglaló magyarok közép-tiszavidéki régészeti emlékanyagába enged betekintést. Többek között egy törzsfaji sírban talált aranyövveretet, övcsatot, valamint különleges tarsolylemezeket is láthatnak az érdeklődők május 8-áig. Honfoglaláskori viselet és kézműves bemutató is várta az érdeklődőket a tárlat megnyitóján. Óvodások, iskolások és felnőttek vártak arra, hogy megtekinthessék a vándorkiállítást a Nyíregyházi Múzeumban. A Szolnokról érkezett tárlat 5 megye múzeumainak leleteit összegzi. A közép-tizavidék legszebb 10. század első feléből származó leletét mutatjuk be. Ha ezek közül ki kéne emelnem valamit, akkor én a kétpolyi leletegyüttest emelném ki, méghozzá azért, mert az én meggyőződésem szerint ez egy lehetőség, ezt azért hangsúlyozom, az egyik magyar honfoglaló törzsfőnek az emlékanyagát mutatja a kétpolyi leletegyüttes. A kétpói sírban találták többek között ezt a díszített ezüst csészét. Ennek különlegessége, hogy az egész Kárpát-medencében 3 ilyet találtak. A leletegyüttes része még ez az aranyövveret és egy oroszlános övcsat is. A szolnoki kiállított tárgyak mellett a nyíregyházi régészek által válogatott környékbeli leletek sorakoznak, a vitrinekben láthatók tarpán talált ezüst gyűrűk, valamint övveretek is. A legszebb honfoglaláskori leleteket igyekeztünk itt a régi tárgyak között is elővenni, így meg kell említenem ezt a Gégényből származó honfoglaláskori ezüstcsészét, hajforrat korongokat aranyozott ezüstből, illetőleg úgynevezett ereket tartó mellkereszteket, amik a korszaknak egy ritka emlékei közé tartoznak. A megnyitón egy jurtát is berendeztek a kiállítók, hogy őseink lakóépületét és használati tárgyait megismerjék a tárlat látogatói. A honfoglaló magyarok emlékanyaga május 8-áig tekinthető meg a Nyíregyházi József András Múzeumban. A Kifut a nő után című vígjátékot láthatta a közönség a Nyírbátori Kulturális Központban Ivancsics Ilona és színtársulata előadásában. A darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 13. helyén álló együttes a 2. helyezett atomerőműeses csapatát fogadja. Sorozatban negyedszer lép pályára tavasszal idegenben a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó MB2 tabellájának 6. helyén álló várdaiak vasárnap az 5. helyezett Siófok otthonában vendégszerepelnek. A Kifut a nő után című vígjátékot láthatta a közönség a Nyírbátori Kulturális Központban Ivancsics Ilona és színtársulata előadásában. A darab egyik szereplője a város szülötte, Szabó Győző, aki első alkalommal lépett fel Nyírbátorban. Én igazi nemes van, csináltam egy két szelpét, igazán passzol hozzá ez a csaj. Hol találkoztál vele? Hol? A Mekkában! Találkozások jönnek, mennek az életünkben. Bennük a sorsunk apróbb vagy éppen nagyobb kérdései tűnnek elő. Az alkotók édes hármas páros játék két fél időben címmel határozták meg a darab műfaját. Az eredeti vígjáték a 70-es évek Londonában játszódott, és abból Follow Me címmel készült amerikai filmvígjáték 1972-ben. A rendező azonban a mába helyezte a történetet, mert úgy érzi, most tud szólni az emberekhez aktualitásában, üzenetében ez az előadás. Ez egy elgondolkodtatóan vicces darab. Két egy felvonásosról beszélünk, és tulajdonképpen az volt a célom, hogy egy kicsit mulatságosan, de elgondolkodtatóan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az emberek mennyire nem tudnak közlekedni egymás között. Emberi kapcsolatokról szól. A vígjátékban színpadra lép Nagy Enikő, Szabó Győző és Széles Tamás. Szabó Győző számos színpadi szerepe és a filmforgatások miatt ritkán jut el szülővárosába. Korábban nem láthatta őt még színészként a nyírbátori publikum. Bár már egy ütőhangszeres jubileumi előadásra föléptem itt évekkel ezelőtt, most mégis egy ilyen színházi előadással ez egy kicsit más, kicsit
izgalmasabb, izgulok is, jobban izgulok szerintem, mint bármikor. Bizonyára sok régi ismerősöm, hamarom el fog jönni, vagy akik nagyon kíváncsiak arra is, és hát akik nem tudnak eljutni Budapestre, vagy nem bizonyára, ez most mi hoztuk ide, mi jöttünk el a közönséghez. A Nyírbátori Kulturális Központ számos érdekes programmal várja a gyerek és felnőtt közönséget a közeljövőben. A színházbarátoknak április közepén igazi csemegét kínálnak. Az Orlai Produkciós Iroda a Szív Hídjai című előadást hozza el Udvaros Dorottyával és László Zsolttal a főszerepben. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 13. helyén álló együttes a második helyezett atomerőmű SS csapatát fogadja. A mérkőzés délután 16:30 kezdődik a BEM iskola csarnokában. A legutóbbi fordulóban szerdán Sopronban léptek pályára a nyíregyházi kosarasok. A mérkőzés nagy részében a hazaiak akarata érvényesült, bár voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor esély kínálkozott a szoros végjátékra. Meccs előtt mindenki tudta, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Próbáltunk az esélytelenek nyugalmával pályára lépni és játszani egy jó meccset. Nem is kezdtünk rosszul, második negyedben voltak kisebb fegyelmezetlenségek, vagy egy kis kihagyás, akkor meg tudott lépni a Sopron egy olyan 10 ponttal. Aztán a harmadik negyed kifejezetten jól kezdtük, talán 4 vagy 3 pontra is visszajöttünk, és utána kaptunk egy vagy két-három pontost, kezdett állandósulni az 5-10 pontos különbség. A kritikus szituációkból aztán rendre a Sopron jött ki jobban, amely végül 82-64-re megnyerte a találkozót. Szombaton Busz Iván korábbi csapata az atomerőműes érkezik Nyíregyházára. A paksiak a legutóbbi fordulóban hosszabbítás után kaptak ki Székesfehérváron, így lecsúsztak a tabella első helyéről. Talán az egyik legmélyebb, hanem a legmélyebb keretük van, talán még a szolnokéval is vetekszik. Rutinos jó magyar játékosok és nagyon jó külföldiekkel vannak felvértezve. Igazából itthon mindig meg kell próbálni nyerni, és úgymond nekiugrani az ellenfélnek. Láttuk, volt erre már úgymond pozitív a példa a Körmend ellen, akik friss kupa győztesként érkeztek, ugye 25 ponttal is vezettünk. Más kérdésre nem tudtuk megnyerni a találkozót. Ugyanúgy kell kimenni. Megint nem mi vagyunk feltétlenül az esélyesek, de bízom benne, hogy tudunk meglepetést okozni. A Marsó Nyíregyháza atomerőműese mérkőzés szombaton 16:30 kezdődik a BEM iskola csarnokában. A forduló további párosítása a következő: MAFSZ Jászberény, Kecskemét Kaposvár, Körmend Pécs, Szombathely Albafehérvár, Szeged Szolnok és Zalaegerszeg Sopron. Sorozatban negyedszer lép pályára tavasszal idegenben a Kisvárda Master Good. A labdarúgó MB2 tabellájának 6. helyén álló várdaiak vasárnap az 5. helyezett Siófok otthonában vendégszerepelnek. 3 meccsből 5 pont a Kisvárda Master Good tavaszi bajnoki mérlege. A Csákvár is a Gyirmót ellen döntetlent játszott, a Szeged ellen pedig nyert Sós Imre együttese. Vasárnap ismét idegenbeli meccs vár erőségre, akik ősszel az általuk 2-0-ra legyőző Siófok otthonában lépnek pályára. A Balatonpartiak eddig hibátlanok tavasszal, a Dunaui Várost és a Szegedet 2-1-re, a Vácot pedig 1-0-ra győzte le a Gorán Koponovics által irányított gárda, amely 1 ponttal a 27 ponttal 6. Kisvárda elé került a tabellán. Amikor egy csapat elkapja a fonalat, akkor ugye jön egy olyan periódus, amikor minden befelé pattan. Biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz, hiszen tévés mérkőzés is lesz. Ugye a Siófok is jó rajtolt, én úgy gondolom, hogy mi is, annak ellenére, hogy ugye 2 döntetlennel kezdtük a bajnokságot. Én nagyon remélem, hogy mind a tévé előtt ülők, mind pedig a helyszínen meg jelenlévő nézők jól fognak tudni szórakozni, és hát sikerülni fog elhozni a 3 pontot Siófokról, hiszen nekünk ez mindenféleképpen a célunk. A korábbi válogatott támadó Rajci Péter szerint is meg kell szakítaniuk a Siófok tavaszi sorozatát. Ismerem a Siófokot, kaposváriként sokat játszottam ott, mindenképpen a 3 pontot tartanám elfogadhatónak. A Siófok Kisvárda Master Good mérkőzés vasárnap 14:00 kezdődik. A 19. forduló további párosítása a következő: Dunaújváros, Zalaegerszeg, Soroksár, Szeged, Szigetszent Miklós, Csákvár, Buraörs, Szolnok, Vác, Balmazújváros, Mezőköves, Sopron és Gyirmót Ajka. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Elsősorban olyan agrárberuházásokra lehet pályázni a 2020-ig tartó vidékfejlesztési program keretében elérhető 1300 milliárd forintra, amelyek a kis és közepes családi gazdaságok versenyképességét segítik. Erről a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztését felelős államtitkára tájékoztatott egy nyíregyházi konferencián. 100 millió forinttal emelkedett idén az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására szánt összeg. Ebből a forrásból szeretne minél több pénzt megnyerni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tűzoltó szövetség. A szervezet 68 tagja ma tartotta éves közgyűlését. Több mint 20 éve nem volt akkora leletanyagú honfoglaláskori kiállítás a József András Múzeumban, mint most. A ma megnyílt vándortárlat Szolnokról érkezett, és a honfoglaló magyarok közép-tiszavidéki régészeti emlékanyagába enged betekintést. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták 2016. március 11-én pénteken. Jó hétvégét kívánok, híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk. A tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon peremén a Kárpát-medence fölé szombat estig változó nedvesség tartalmú, 1-2 fokkal hűvösebb levegő érkezik. Éjjel változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, többfelé élénk marad az északias szél. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, de kevés napsütés is várható. Kisebb eső, zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél többször megélénkül, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap és hétfőn többnyire napos, de szeles időre van kilátás, bár vasárnap a felhő átvonulásokból elszórtan előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet a hét utolsó napján még 10, hétfőre már csak 6-7 fok körül alakul. Nemzeti ünnepünkön több lesz a felhő és esőre, havas esőre, akár havazásra is számítani lehet. Szerdától ismét több lesz a napsütés és lassan erősödni kezd a nappali felmelegedés.